Szervusztok srácok, itt vagyunk egy újabb szombati napon, újabb Anfield X Isti Podcast, ismételten egyedül vagyok gép közelben, Patrick nem máshonnan, mint Kaliforniából, az Egyesült Államokból szintén ismételten jelentkezik, a Santa Monica Pierről, kapcsolom Patrikot! Üdvözlöm a kedves nézőket, szevasztok srácok, aki GTA-zott az ezt a parkolót biztosan ismeri, így van. Itt vagyunk, publikus. $15 sikerült itt leparkolni. Publikus garázs. Igen. Amúgy, pont most akartam mondani, hogy elméleti szinten, igen? Hogyha most a kamerát előre fordít, tehát a többiek valószínűleg úgy látják, én most Patrikot látom jelenleg. Nem, most várjál, most mindenki. Ja, jó, igen. De most megszűnik tehát ez igen, a... Igen, elvileg valahol ott, ahogy elmész ott végig, és akkor ott a... Itt egy kamera. Erre gondolsz? Nem, hanem ott jobbra elvileg, és ott szembe, tehát még ott a híd mellett jobbra elvileg ott olcsóbb a parkolás. Nem biztos. Ja. Én egy 10 hónapos videóban láttam, hogy ott elvileg $1 amúgy. Ezt mondhattad volna előbb is. Mondhattam volna előbb is. Igen, speed igen. Limit. Na, de szóval Santa Monica Pier srácok, biztos mindannyian hallottatok már róla. Az az épület ott éken, amit balra nézel, balra néz a Seaside balra. Mellett. Igen, az ott. Az kérlek szépen a... Hú, bazze, mi a neve ennek a... Van egy speciális neve ennek az épületnek, a lényeg az, hogy a cég elméleti szinten, aki az egésznek a karbantartásáért felelős, a második emeleten van a cégházuk. Akkor bekopogok. Igen, ez a Santa... Sziasztok a... Így magyarul. Sziasztok, az Isti mondta, hogy ti vagytok itt felelősek. Hogy ti vagytok, dolgoztok. Elvileg a Santa Monica Pier Company most már az a neve. Nem biztos, hogy még mindig ők azok, de... ja. Úgyhogy mi a helyzet, Patrik? Inkább mesélj egy picikét. Milyen az idő? Hogy vagytok? Hát, mint vagytok? Szerintem az időjárás nagyjából így lehet látni, hogy alapvetően jó idő van. Uh-huh. Nyilván itt most a csendes óceánon van egy hurrikán, ami wow. Viszonylag messze van, viszont eléggé érzem a szelét. Aha. Tehát én ebből megállapítom, hogy ez biztosan az. Közben egy kicsit megyek innen messze, mert copyright a zenét hallok. Szóval, hogy alapvetően a helyzet az annyi volt, amióta nem volt podcast, uh-huh. hogy ugye akkor még New Yorkban voltunk. Utána mentünk, közben itt jövök kifele, a Nerdwise-on itt egy publik. Szóval, hogy utána lementünk Floridába, uh-huh. és... Ott inkább így chilleztünk, tehát tényleg ott szinte nem is csináltunk semmit. Aha. És az első dolog az nyilván az volt, ahogy odaértünk, hogy basszus, mennyivel olcsóbb. Tehát, hogy így... Már Florida? Most csak mondok egy példát, igen. Igen. Tehát a New Yorkban egy shirt, ilyen 3-4 dollárért vásároltunk. Igen. És, mármint a boltban. Igen. De volt több is. És amikor pedig megérkeztünk Floridába, uh-huh. akkor bevásároltunk, volt ilyen kis szülinapozás, stb. És vettünk Bud Light-ból 12 darabosat, aha. Tudod, ilyen üvegest, $12 István. Wow, tehát $1 per darabjáért. Így van. Úgyhogy kicsit így, hát... jobb volt a pénztárcának, hát ha maradjunk ennyiben. Nem kétlen. Viszont itt azon a Santa Monica Pierben azért itt is vannak durva árak, én úgy tudom. Tehát itt is van, ami... Elképzelhető. Van olyan víz, tehát van ilyen automata, ilyen ásványvízes, $4, egy olyan fél literes körülbelüli palac, meg stb. Tehát ez itt is azért vannak... Hát ez tipikus New York-i árak tipikus, akkor tipikus New York-i árak. Ja. Látom. Na, várj még, akkor pár dolgot így mondanék. Jó, persze. Mert közben, de közben nyugodtan szólj bele, ha látsz olyat, amiről jó. Szeretnél így jó, beszélni. Jó, persze, mindenképpen. Elég nehéz így egyébként srácok összehozni, mert én ebben a pillanatban érkeztem ide. Így van. És, na mindegy, a lényeg az az, hogy utána lejöttünk Kaliforniába repülővel. Uh-huh. 5 óra volt az út, és életemben először tudtam aludni, vagy 4 órát a gépen úgy egyben. Wow. És nagyon meglepődtem, hogy felszálltunk, fél órára ráaludtam, és amikor szálltunk le, akkor ki a gép írta, hogy mit tudom, 40 perc van vissza. Oh, és oda hoztam, az... szétadom. Szétadtam. Úgyhogy igen. És hát itt tartunk most, itt vagyunk, ez az utolsó napunk egyébként itt, és
És hát nem tudom, nekem nagyon vegyes érzéseim vannak, de szerintem erre majd kitérünk így a későbbiekben. Igen. Közben itt a Venice Beach-et így láthatjátok. Így van, hát az még elvileg odébb van. Igen, 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 úgy tudom, igen. Hogy az még ott azért izé. Itt úgy tudom, nagyon hasonlóan néz ki, mint a Venice Beach, és úgy tudom, tényleg csak tudom, mert nem voltam még ott sem nyilván. De itt is azért elindul sétálva, akkor nagyon hasonló, tehát itt is vannak ilyen workout, ilyen kis cuccok, ilyen szabad ég alatt, ilyen edzőter, ott látom is konkrétan, vannak ilyen húzóckodó dolgok, igen. Így van. Bicikli kölcsönzés, vagy nem tudom, az ilyen elektromos robogó, vagy roller, valami hasonló van ott lenn. Meg nagyon szép ez az a beton járda, amúgy, az nagyon király, igen. Jó széles, elfértek faszán. És ott lent konkrétan az ott normális forgalmi út, gyalogátkelő helyen, vagy mi? Én úgy tudom, hogy ez biciklis. Látod, ott mennek a biciklik, és akkor van egy zebra. Nyilván nem engedi át. Persze, hogy nem az sem, nem fog lefékezni egyáltalán. Na vajon a nő átengedi majd a kofferrel? Azt majd így, vagy nem tudom mi, az egy guruló bőrön, nem? Valami. Lesétálunk arra fele, mit szóltok? Vagy inkább a Pierre, mindenképpen a Pierre, persze. Ha jól értelmezem, akkor te már rajta vagy a Pleasure Pierre-en. Mert ugye ez elméleti szinten ez kettő részből áll össze, a Pleasure Pier, tehát amin maga a, úristen mindenki, a Pacific Park, ugye maga az a, nagy komoly szettekbe. Figyelj csak, Artengóban ne viccelj! Ó, azaz, viszi a kis dekatlonos flasheket, szóval amin a, hallasz még Patrik? Hallasz még, jó? Persze. Igen, megakadt a kép egy pillanatra. Néha megakadt, de én ilyenkor csöndben maradok, és akkor majd megoldja magától. Aha, persze. Szóval ugye maga a Pacific Park az a vidám park a... stégen, nem is tudom, hogy mondjuk ezt magyarul, mindegy, Pierre-en, és azt külön később építették oda mellé. Ami egy érdekesség lehet. Móló. Jó, csak tudod, a mólónak a magyar ember, legalábbis nekem így az ilyen balatoni kis ilyen 10 méteres kis fa rönkök vannak meg így a fejünkben, nem egy ilyen komplett nagy batárhely, mert itt azért igen. Látom, hogy parkoló van. És amúgy gondolj már bele, Patrik, hogy egy kicsöszett mólón vagy, és van ott egy vidám park, meg épületek rajta. Igen. Hogy így wow. Na hát mindegy. Meg gondolj bele abba, hogy mi mennyire túl gondoljuk a dolgokat, és akkor azt mondják neked, hogy figyelj István, itt vagyunk ezen a mólón, farönkökön tulajdonképpen, üljél fel arra a hullámvasútra, légy szíves. Igen. Eléggé meredek. De picikét utána olvasgattam a történelmének, nem foglak fárasztani vele, elképesztő sok minden történt ezzel a mólóval, amióta ez létezik, tehát ezt már akarták volna lebontani is az egészet úgy, ahogy volt. A nagy gazdasági válságban, aztán ott a helyi lakosok amúgy mentették meg, tehát írtak petíciót, és mondták, hogy nem, maradjon meg ez így, ahogy van, mert ez így világörökség része, meg most már valamilyen, mert nem, hivatalosan nem világörökség része, de az ő szemükben nyilván az. Valaminek egyébként, most nem tudom pontosan minek, de a tagja is ez az egész hely, tehát valamilyen ilyen világörökséghez hasonló történetnek. És akkor szépen, aha. Ahogy látom, sétálgatunk a... Pacific park felé. Parkhoz. Így van, a Pacific Parkhoz. Ami 12 órakor nyit. Így van, hát én megmondtam, mert Patrik, mondtam neki, mondom, úgy tudom, az még nincs nyitva. És mondta, hogy szerintem az még nincs nyitva. Úgyhogy az még egy óra nektek kb. Igen. Hát figyelj, igazából nem tervezünk bejönni. Igen, persze, hogy nem. Abszolút nem. Na most, amit én sosem értettem egyébként, hogy a francba tud egy vidám park üzemelni egy fából készült mólón. Hogy ezt gondolj már bele. Hát, de amúgy... Én nem tudom, én arra tudok gondolni, hogy azok a fémoszlopok, amiket ott látsz, az lemegy egészen a homokba bele. Aha. Hát, szerintem. Nem tudom, őszi nem tudom, az viszont biztos. Mondjuk ez rohadtul nem úgy néz ki itt. Nem igazán. Ugye? Igen. Amúgy ez, amin te most jársz, ez részben, csak részben van fából, rengeteg betont is tartalmaz a móló. Aha. Tehát, hogy kurva sokat, hogyha valahogy úgy nézel majd valahogy le, de most nem, nyilván most menj amerre te gondol, tehát nem akarom izé, akkor van egy csomó ugye farönk, ami tartja oszlop az egészet, de van egy csomó beton is, és igazából ez a fa, ami mondjuk itt van fönt. Mondjuk sejthető. Igen, azért durva lenne, hogy a fa tartaná az egészet, de hogy egészen konkrétan a fa elméleti szín a tetején csak azért van ott, hogy autentikusabb legyen az egész, és ilyen régiesebbnek tűnjön. De amúgy aha. Szerintem baromi jó, hogy ez megmaradt ilyen állapotában, ami ember volt. Na most egyébként te már itt másodszorra vagy, úgy tudom, ugye?
egyébként? Most jöttem oda-vissza, ahonnan csináltuk a dolgokat, tehát valahol ne, itt kezdtük úgy el. Értem, úgy értem, itt Los Angelesben, meg Kaliforniában. Ja. Nem, igen, nem itt a hízés, mondom, igen. Azt hittem, hogy számon kéred, hogy most miért erre sétálok. Igen, másodszor vagyok egyébként itt. Hú, most már egyre több ember van. Változott valami? Először, hát figyelj, először megmondom őszintén, hogy szerintem mi végig nem mentünk az egészen. Nem, úgyhogy... első alkalommal nem tudtál végigmenni az egészen? Én nem tudom, basszus, mert valamikor wow. Nagyon este értünk ide, de van róla videóm, lehet, hogy végigmentünk, de megmondom őszintén, így nem emlékszem. Aha, itt a kajádákat tudnád mutatni balra? Hát én változás nem látok. Micsodát? Bocsánat, a kajádákat tudnád mutatni balra? Aha, itt most ugye már... a Forrest Gump-os sztori. Igen, na ezt akartam mondani, hogy ezt keresd meg, de szerencsé meg is találtad, ez a Bubba Gump Shrimp lánc. Ami, hát nyilvánvalóan, hogy én ott lennék, akkor már mennék is be kajálni. Tehát, hogy kérdés. Persze, ja nem, de várj, ez nem is a... De ez a shrimp, ez most, igen, ez az étterem. Csak hogy kint ugye van mindenféle merch, meg nem tudom. Hogy ugye, hát ez nyilvánvalóan a Forrest Gump... Ott van, ott a hölgynél lehet bemenni. Ja, ilyen, látom. Ez nyilvánvalóan a Forrest Gump film ihlette, és ez már egy komoly franchise. Tehát konkrétan Hongkongban is van éttermük, amúgy beszarsz. És hát nyilván... Nagyon adom a rákot, és a legtöbb kajájuk nyilván rák alapú, tehát, hogy nagyon király. Aha, úgyhogy hát a nézzél, mi van ott. Látom. Ez csak István. Az mi? Az a kis lépőt. Nem látom, milyen az pontosan. Mi a szar az? Az a Forrest Gumpnak a lépője. Ó, te jó ég, baszki, hát az egész pad az, de hülye vagyok. És ott van. És ott van még a toll is ember a cipőnél. Úristen, de adom, Jézusom, ember! Csinálj itt mindenféleképpen egy képet, öreg. Ez... Jó. Atya, úristen, ez nagyon komoly, ez nagyon király. Igen. Mekkora Igen. flash. És akkor nyilvánvalóan Bubba Gump-os merch all the way. Úristen, de adom, hát ez... Az a baj, hogy én kijutnék... De komoly kis pulcsik azok, az a kék, az nagyon, van. Az a kék sweatshirt, az megy? Nagyon király, az nagyon komoly. Szétadom az mondjuk egészet. Az is komolyat rotyog. Az micsoda, muti már? Menj nyugodtan. Az egy pizsoma. Há oké, okay, csak hogy ez mi akar lenni. Ja, doboz csoki! Persze, most már látom. Life is like a box of chocolate. 32 dollárért. Ez a tied is lehet, István. Jó, ez mondjuk kifejezetten ízléstelen. De amúgy asztalod, de mennyi cucc van ott bent, te jó Isten, hogy profitábilis persze. Még mindig egy 90... Fú, basszus, mikor a Forrest Gump? Talán 92, 94, mindjárt mondom én neked, 94-es filmet még mindig lehet így nyomatni. Beszarsz neki, na mindegy. Hát jó, de hát ez egy hatalmas kuriózum, főleg itt. Hát az abszolút. Csak érdekes, hogy pont ott, amúgy az első éttermüket egyébként pont Kaliforniában nyitották. Tehát nem is Alabama környékén, ahol amúgy a film játszódik, és ahonnan Forrest is eredeztethető. De mindegy, úgyhogy érdekes, meg annak is van nyilván egy külön sztoria. Na, ez csak István. Igen. Van itt egy burgerező is. Igen. Meg itt a 66-os Így van, mert az 66-os útnak a vége, vagy az eleje, ahogy tetszik, igen. A hölgy nagyon pózol, gondolom Instára durral majd a fotó. Persze, gondolom egy 85 ezeren majd ezt belájkolják. Tudományos lábtartás, István. Nagyon fontos. Nagyon tudományos. Bírom, amikor lányok, tudod, így igen, így előre. Az abszolút. Na, Pierre Burger, vagy Burger, igen, Pierre elnézést. Burger. Muti már az árakat, akkor itt is nézzük már meg, hogy mennyibe kerül egy 650 valami. Azt látom... 650-ért igazából sört kapsz. Egy azt darab mondja, shirt. Hogy a Double Beer Burger az 9,70. Aha. De van neked vegetáriánus 8,70-ér, és mellé krumpli az a picike az 4,25, a nagy az meg 6,50. Aha. Nyilván most tehát itt így felteszem... alakulnak nagyjából. Amúgy nem annyira vészes, mint gondoltam. Tehát nem is olcsó, de nem is annyira vészes. Ti ma hol terveztek enni? Arra nagyon kíváncsi vagyok. Hát ez még egy nagyon jó kérdés, István. Ugyanis tényleg nekünk az volt, hogy minél előbb tudjunk elindulni, hogy neked ne legyen nagyon késő. Jaj, köszönöm szépen! Jó, de tényleg, szóval nem tudok még így semmit érdemben mondani.
Igen. Hogy hol tervezünk. Itt most egy jobb szállásunk van, és egy pillanat, igazából... Azért, bocsánat, ne haragudj, bocsánat, meg akasztalak, csak féltem, hogy tovább mész. Ez itt egy rohadt nagy játékterem a, igen, a PR-en. Be tudsz menni esetleg nekünk? Hát, figyelj, hogyha... Figyelj, szerintem a franc se fog rád szólni, csak hogy egy kört menj már, nem kell nagy, csak hogy elmész ott jobbra, és visszajössz balra, és megyünk tovább. Mert itt ez van egy ATM. Van egy ATM, igen. És azt akkor... a mindegy, de rohadt nagy, látjátok, tehát Halo valami, az van, tehát hogy wow, elképesztő. Aztán visszatérünk a szállásodra is, majd ne haragudj, csak élvezzük ki azt, hogy te most hol is vagy. Már elmegyek a másik irányba, a szúrós szemekkel találkoztam. Elméleti szinten itt, hogyha elmész jobbra, itt egyből, ha el tudsz, akkor nem, akkor menj még balra. Valahol van egy ilyen kosárlabdás történet is, valahol vagy volt legalábbis. Persze, egy... ott van. Ott van. Hát, igen, és ilyen rendes nagy kosárlabda, nem csak ilyen kis szírszarokkal dobál. Igen. Aha, nem erre gondolok, de ezek már hasonlítanak rá. Na hát ez a tipikus szokásos, igen. Mindegy, ja, az lehet, hogy kikerült már azóta, mint amit én láttam, mindegy. Jó, hát hogyha kellemetlenek érzed, akkor nyugodtan menj tovább, Patrika, nem akarlak én téged letartóztatni elejébe, vagy valami hasonló. Igen. Óha, hát Rubennek szeretettel, ugye? biztos, hogy ott lehet vele nyerni. Igen, abszolút. Na, szóval szállásról beszéltél, ne arra, hogy megakasztottál, csak ez szerintem érdekes szóval volt nagyon. Ugye most volt az első olyan szállásunk, ahol tudunk csinálni kajákat. Uh-huh. Van egy ilyen kertünk is, és a mai napon egyébként este grillezni tervezünk. Annak is egy külön sztória van, mert a képeken elvileg volt grill, aztán írtunk, hogy hát azt merre találjuk, és akkor mondta, hogy hát nem sikerült még leszedni a képeket, de amúgy már nincs. És akkor mondta, hogy de rendel egyet. Dik, mondom. Úgyhogy rendelt egyet, és uh-huh, akkor azt tegnap összeraktuk, nyilván nem sikerült beüzemelni, mert a gázpalac nem akarja az igazat, úgyhogy ma még jön ki egy szerelő, aki majd megnézi. Figyelj, olyanokban vagyunk itt. És akkor azt most ő intézi, hogy beengedi majd oda a szerelőt, meg minden, amit így sétálmászkálgattok? Hát nem, hát igazából ugye bent van a kertbe, oda be tud menni. Tehát... Ja, értem. Tehát igen, effektív be tud menni, de nagyon-nagyon jó kis szállásunk van egyébként, úgyhogy semmi panaszunk nem lehet. Innen egyébként nagyon szép a csendes óceánnak a partja. Igen, azt látom, az tényleg gyönyörű. A vízre, igen, lennék kíváncsi, biztos kurva hideg amúgy. Kurva hideg. Tehát, hogy látod, hogy mennyi ember van benn. Igen. Hát nem túl sok. Igen, nem véletlenül van az a filmekben. Nézd meg. Igen. Itt a papa. Ja, látom, aha. Na, ő most nagyon bátor, gyerünk. Ő kis táskával megy, vagy mi a jó Isten? Mindjárt think it through. Hopp, nem, szerintem valami borddal megy, nem? Vagy mit csinál? Elás? Mos. Mos. Kérlek szépen, mos. Jó, hát akkor valamit lemos valószínűleg. Szóval nem véletlenül van az, hogy filmekben általában az emberek inkább csak ülnek ott a parton, és akkor nézik a vizet. Igen. Viszont elmert szintén ez a rész, amit te nézel, elveg ez a Baywatch. Javarésze itt forgott. Igen. De nagyon hát szép. Azért basszus, ez elképesztő ez a látvány még mindig. Igen. Kicsit így, oké, hogy itt vagyunk a PR-en, de esetleg rátérhetnénk így arra, hogy mi van, mert ami nagyon szemet szúr, és nyilvánvalóan évekkel ezelőtt is volt, nagyon sokan tudják, viszont a hajléktalan helyzet, és talán kicsit utána mentem a sztorinak, elképesztő. Igen. Igen? Igen, tehát hogy azt már régen is lehetett hallani, hogy az problémás. Igen, elképesztő. Ott. Tehát, hogy csak Los Angelesben, majd mindjárt fogod látni a képet, csak van egy ilyen kis jegyzetem, amivel készültem. Jó. Tehát, hogy csak Los Angelesben 52 ezer hajléktalan van. Mm. Ami így belegondolsz, hogy nem hangzik olyan soknak, de belegondolsz, hogy az tényleg hajléktalan. Uh-huh. Az így elképesztő. Tehát vannak olyan utcák, ahol konkrétan csak azok vannak, és ilyen különféle felépítményekben laknak. Tehát egy nyilván ne képzelje semmi extrát, csak ilyen egy ilyen sátor, vagy éppen valami ponyvából kialakított bármi, és ilyen helyeken tulajdonképpen családok laknak. Aha.
És annak is utána néztem, hogy mi az oka, hogy mégis miért van ennyi hajléktalan. És képzeld el, hogy az jött ki így a legtöbb találatból, hogy egész egyszerűen egészségügyi tartozások felhalmozódása véget. Tehát Amerikában 100 millió embernek van egészségügyi tartozása, ami így a basszus, tehát 100 millió embernek az egy harmada. És az is úgy alakult ki, hogy bármi történik veled, ugye nyilvánvalóan akkor fizetsz. Igen. És azt hiszem talán 25 milliónak? Jól emlékszem, 25 millió embernek van 10 000 dollár feletti egészségügyi tartozása. Azt a rohadt életbe. Igen. Igen, úgyhogy, jó, mondjuk itt azért sok mindenre visszavezethető szerintem, tehát azért nem vagyok tisztában a TB rendszerükkel ott, hogy aztán ilyen csomagok vannak, és akkor ki tudod választani magadnak, és akkor azt is elvég tudod választani, hogy nincs is biztosításod, igen, ha minden igaz. És akkor utána, ha bemész, igen, akkor viszont bronz az, mint a katonatiszt, úgy fizetsz. Szóval jó, ott tartottam, hogy azt azért tegyük hozzá, hogy azért szerintem nagyon sok visszavezethető arra, hogy elképesztően egészségtelenül élnek az amerikaiak nagy része. Tehát, hogy igen, amilyen, tehát még a kenyér is cukros. Tehát konkrétan. Szóval, az szörnyű, szóval, egyébként. Tessék? Szörnyű. Igen. Tehát azért ott az élelmiszerek meg, hát amekkora adagokat lehet ott kapni üdítőkből, meg narancsléből, meg gallonszámra, meg bemész érted a slushit meginni, vagyis ott azt a jégkását, meg az ice-t, amit amúgy itt a Pierre-en is lehet kapni természetesen. Az is ilyen batár nagy, tehát hogy így ennek azért megvan, tudod, a hátulütője. És ez hagyján, hogy ez így működik, de az, hogy mindezt általában kreditkártyából oldják meg. Így van. Ami meg megint azt eredményezi, hogy igazából, ugye talán úgy emlékszem, hogy a legtöbb helyen 2 hetente van fizetés. Tehát belegondolsz, hogy úgy vagy vele, hogy oké, 2 hét, mit tudom én most, például itt Kaliforniában ilyen 4500-5000 dollár az átlag, ami jellemző kereset. Tehát gondolj bele abba, hogy megkapod a felét 2 hét alatt, és akkor azt ugye el is dorbézolod. Veszel ilyet, olyat, amolyat, kaját, izé, és akkor a kreditkártyára kéne visszafele töltögetni. Szóval, hogy na, nem az van, hogy egy hónapig utcsó héten csóró vagy, mert már elfogyott a pénzed, hanem hogy 2 hét, tehát na, szerintem ez így nem jó. Én szerintem sokkal jobb, hogyha egybe jön amúgy a pénz, mert persze, akkor úgy tudsz vele számolni. De ez is valószínűleg bele játszik ebbe a dologba, hogy nagyon durván el tudnak adósodni. Hát igen, ez a hitelkártya dolog náluk az mindenféleképpen. Egyébként csak úgy még érdekességképpen reflektálok arra, ugye mondta Patrik, hogy 52 000 hajléktalan van. Na most becstések szerint, most a Google-be beírtam gyorsan, az országban, tehát Magyarországon körülbelül 12-14 000 hajléktalan van. Tehát ez az egész, aha, országban, aminek fele Budapesten él. Tehát, hogy így arányaiban azért durva, igen, hogy nálunk az egész országban így az ötöde csak ott, ami elejében van. Már gondolom, ez elejében. Na most igen, és akkor itt lehetne azt is mondani, hogy de hát itt sokkal többen laknak. Nem néztem utána, Isti, ha be tudod írni, hogy milyen lakossági szám van itt elejében, az tök jó lenne. Megnézem is. Ezt elfelejtettem megnézni, csak hogy arányaiban akkor mondjuk a 9 millió magyarhoz képest mondtál 10-valahány ezret, és akkor, hogy itt akkor mennyi az annyi? Azt mondják, hogy a város határain belül 2020-ban körülbelül 3,9 millió lakos. Aha. A hát város határain belül. Sokkal durvább. Az arányaiban sokkal durvább. Population, a total az 3,9, a satszolt az 3 millió 8, nagyjából így. Aha. Igen. Ja, szóval azért ez is látszik szerintem. És egyébként az a baj ezzel, hogy most itt hajléktalan leszel, és belecsúszol nagyon könnyen drogokba, és az biztos, nagyon sok hajléktalan itt tulajdonképpen egyik nap még dolgozol valahol, másik nap meg már hajléktalan leszel, és olyan mentális problémákkal küszködnek, hogy nem tudnak visszajönni. Tehát, hogy bárhogy próbálnának, nem tudnak, és egyre lejjebb csúsznak. Tehát itt nagyon sok kattos hajléktalant látsz egyébként. Tehát nem az van, mint mondjuk Magyarországon, hogy egyébként épeszű
nyilván alkoholista, de épeszű emberek zöme, aki hajléktalan, hanem itt az van, hogy a csávó is, tudod, mit csinált? Akit láttam, így egy kártyapaklit ledobott így a földre, igen. És akkor felvette egyet, ledobta, ezt csinálta folyamatosan. Wow. Szóval egész más, és ezeket a menedékházakat, vagy nem is tudom pontosan minek kéne hívni. Hajléktalan szállók, igen. Igen, ilyen dollármilliókat költöttek rá, és nem segített semmit. Tehát rosszabb lett a helyzet, mint volt, szóval... Uh-huh. Szóval nem segített semmit, nem tudnak visszajönni egyszerűen. Patrik, bocsánat, hogy megszakítalak, ott, most a lábad előtt, lent, a földön. Látod azt a csillagot? Yes. Na, azt kérlek szépen, kíváncsi vagyok, most adok egy kis időt a nézőknek, hogy rájönnek-e, hogy az mi. Jó, adtam időt. Patrik, te mire tippelsz, az micsoda? Az ott minek van ott? Van több is ilyen a mólon, kíváncsiak, hogy te rájössz-e, hogy az mégis mit akar jelenteni. Hát... Figyelj, annyit mondok mi neked, hogy egy csomón elvileg szokott lenni szám is. Ezen most valamiért nincsen. Aha. De erre kíváncsi vagyok. Én valamit a csillagrendszerrel kapcsolatban mondanék, de fogalmam nincsen. Ja. Fasság, figyelj, röhelyes a válasz, egészen konkrétan az árusoknak a helyét jelöli. Tehát, hogyha te bérelsz ott egy helyet, akkor megadják azt, hogy mit a 100-as csillag, és akkor az a te helyed, oda rakhatod le, kész, ennyi. Jó, oké. Okay. De annyira tudtam, hogy túl fogod gondolni. Miért amúgy lehetne olyan is, amit én mondok, hogy mit tudom én, a XY csillag, az ott szokott lenni. Nyáron vagy a faszon, tudja. Ja. Amikor építették, akkor ott volt az egyik csillag. Ja. Na mindegy. Ja, figyelj, és akkor... milyen kis komoly fotók készülnek ott, látom. Én is oda fogok fel. És akkor elérünk itt a móló végére, és itt van egy étterem, egy, gondolom az is egy tengeri herkentyűs valami étterem lehet itt jobbra. Hát nem is egy, nem István, is egy, a több nem is, is egy étterem. Aha. Van. Ja. Itt nyilván rengeteg, meg itt is ugye tudsz vásárolni. Persze. Minden szart. Ott elvileg valahol még lift is van amúgy a második emeletre. Hát ez nagyon fontos, az tehát, nagyon... hogy... Hát figyelj, akadálymentesítés miatt azért fontos. Na, oda nézzél, ott igen? Van. Micsoda? Azt mondja, hogy 2448 mile. A 66-os út? 66. Ja, látom, aha. Látom. Aha. Igen, annak hol van a másik vége? Las Vegasban? Nem, tovább nem, van az még nem, szerintem. Nem. Figyelj, ha a térképet nézem, igen. Akkor én... Hát ez is... Chicago. Chicagót mondanám. Chicago? Hát basszus, hát... Igen, én azt mondanám. De googlizd rá, én azt mondom csinálom, Chicago. Azt csinálom. 3943 kilométer, igen. Hát nyilván út eleje Santa Monica, így van, út vége Chicago, jól mondod. Wow, bro, a 66-os út egészen Chicagóig, az komoly. Gyakorlatilag igen, eljutsz, ha követed végig, akkor eljutsz keleti part. De hát nem a parton, a Chicago aztán nincs parton. De nem, Chicago az kicsit úgy fent van Kanada. Hát nyilván nem akarok fasságot mondani, nem Kanadában igen, hát határos, ott, de Kanada... Ott fölfele, igen. Ott Kanada egy... határ közelében van. Igen, a Michigan tónál, így van. És akkor 66-os út ide érkezik be elvileg valahol. Hát annyi út van öreg, hogy beszarsz, tehát hogy... Itt Chicago körül 57, 55, 80, 39, 88, 90, 43, 94, 90, tehát hogy így a jó Isten se találja meg, hogy mi a franc van. Na, látom, van egy ilyen kis iránytű is, West. Komoly kis iránytű. Na, egyébként jó lehet itt így élni, abból a szempontból, hogy ide kijössz, leülsz. Igen. Azt előtted már a büdös nagy óceán van. Igen. Egyébként itt alul, itt lent, ez leginkább azért van ott, vagy a pecásoknak van, mert itt nagyon sokan szoktak horgászni. Igen. Most éppen pont senki, hát gondolom majd délután, amikor a műszakot lenyomták, akkor majd megérkeznek. Hát ez mi ez, is, a, mi ez az emlékmű itt? Is kapnának. Mutasd! Santa Monica, várjál, fölnagyítom. Municipal. Municipal Pier, dedicated an official Los Angeles County historical landmark May 1975. Tök jó, de jól néz ki, öcsém. Fú, ez jól néz ki. Ez nagyon jól néz ki. És az a durva egyébként, utána néztem neki, és 1909-ben épült meg a pier.
Azt a rohadt! Wow, neki is tetszik, tesó! Tehát 1909-ben... Igen? Figyelte, hogy kapaszkodott. Már látom! Igen? Tehát 1909-ben épült meg az egész pier. Elmegy szintén eredetileg azzal a céllal, azért van, az is van benne beton, hogy egész egyszerűen csak az ott a funkciója, hogy a szennyvizet beleöntsék az óceánba. És akkor utána fejlődött ez tovább igazából. És az az érdekes az egészben, hogy 1900, tehát 3 évre rá süllyedt el a Titanic. Tehát csak így szemléltetve, hogy milyen régóta van ott az a pier. Azért durva. Ott akkor árusok, igen, gondolom, hűtőmágnes, izé, szokásos kis, izé, bögrécskék, minden, mit tudom én. Minden mennyiségben. Megnézzük, mennyi egy hűtőmágnes? Nézzük azt meg! Azt mondja, mindenkint 2-től 5 dollárig terjed. Innen, minden kívül. Vész, amúgy. Hát jó, csak általában nyilvánvalóan a hűtőmágnesek vannak kirakva. Tehát, hogy így a kint. Tehát ez egy szigorúan olyan dolgok vannak kint. Hopp, egy elhagyott persze, cipő. Persze. Hát ugye. Szarja az a kislány, ezt le. Igen, ott a lift. Mondtam én. Igen, itt mondtam a lift én. Istán. Ott a lift, ott a WC, ha jól látom. Restroom. Itt mehetsz fel. Arra lennék kíváncsi, hogy a WC vajon fizetőse. Nem. Az nem? Előbb voltam. Wow. Nem ebben voltam, hanem az elején, de gondolom ugyanaz. Aha. A kettő tök mindegy. Tehát, hogy... Na, szóval nem. Hál' nem. Isten nem. Ja. Azért, hát ez mit visz? Oda néz. Kicsoda. Hú, azt a rohadt, az mi a tökön volt ember? Utolsó pillanatban vettem csak észre, az valami bába volt. Figyelj, ez egy őz volt, ha jól láttam, és fel volt öltöztetve, és ült. Wow, bro. Egész érdekes, egész hát figyelj, érdekes kinek volt. Mi, kinek mi? Kinek a papné, ahogy mondani szokás. Na beindult ott az élet István, látod? Látom, elindult a izé, a kis óriáskerék. Everything, figyelj, my brother. Nekem amúgy... Most ugye most már lassan másfél hete vagyunk itt, szóval nyilván nem olyan hatalmas, csak basszus elképesztő, hogy annyira fura nekem ez az életmód, amit élnek az amerikaiak, hogy minden igazából adott, tehát mindent tudsz, bármit tudsz enni, inni, csinálni, utazni, stb. Viszont ez az egész egy ilyen kamu. Azt mondod? Hogy így... Nem... Hogy mondjam? Tehát, hogy kurvára nincsen szükség erre. Érted? Nincs ja, szükség értem. Arra, bazzek, hogy a targetbe is hozzád dobjanak még 8 szatyrot. 10 centér ember, 10 centér. 36 forintért. Vágom. Nézd meg itt a közönségem. Hát figyelj! Szóval azt érzem, hogy én ezt jelenleg... Főként mondom így Kalifornia meg New Yorkot, mert azért Floridában más a helyzet, ott mondom, nem voltunk ilyen turista helyeken, de egyszerűen én ezt európai, kelet-európai gyomorral nem tudom befogadni. Aha. Túl soknak hát, érzem. Hát figyelj, most gyakorlatilag olyanról beszélünk, érted, hogy most elmentetek így gyakorlatilag a három leghíresebb, legnagyobb, leginkább turisztikai központi helyre Amerikában. Florida is azért valószínűleg eléggé az, de New York egyértelműen, meg azért LA egyértelműen. Hát lehet, hogyha elmennél akár, mit tudom én, Utah környékére, vagy akár elmennél, mit tudom, bár Milwaukee, meg tudod, ilyen, nem azt mondom, hogy, mert nem kisvárosok azok se, nehogy azt higgyétek, csak hogy nem annyira persze látogatottak, és ugye ezáltal nem annyira szórakoztató iparra épített az egész, úgymond. Tehát itt is azt látom például elében, hogy, mert nem is elé, hát itt legalábbis a Pierre-en mindenképpen, de New Yorkban is azt láttam, egy pillanatra sem unatkozzá, öcsém, mindig valami inger pofádba izé, mit tudom én legyen. Tehát, hogy valami folyton lekösse az agyad, és valami folyton szórakozzá. Tehát, hogy én nem tudom, én, hát ilyen az a baj, hogy olyan grandiózus távolságok vannak ott az USA-ban, hogy most ez nem úgy működik, hogy te kirepülsz, és akkor jó, bérelsz egy autót, és akkor autózol 9-10 órát, és akkor jutsz el valami értelmesebb településre, ami mondjuk az egyik nagyobb várostól arrébb van. Tehát az, hogy megnézd, azért az nem egyszerű valószínűleg, de én az nagyon megnéznék ilyen, mit tudom én, mire gondolok, várj, ilyen Mississippi, meg Missouri, meg ezeket a helyeket, tudod? Tehát az ilyen... Igen. Ilyen, az, amik ilyen picit ilyen... De nem, figyelj Isti, nem erre gondolok, hogy most turista, nem turista, hanem ez a...
Mint ami nekünk is volt. Volt egy SUV-nk Floridában. 471 lóerős SUV. Mi a fasznak van benne 5-4-es vagy 5-6-os motor? Miért kell 471 lóerő? Tudom, ebben most nem vagyok népszerű, meg ilyesmi, csak érted, mit akarok ezzel mondani, hogy... Értem. Sokszor fordul elő, mert én szeretem Amerikát, komolyan. Tehát, hogy... Vagyis Floridát igazából úgy többit, nem sokat láttam még, de Florida azt tetszik. Szóval, hogy nem úgy akarom ezt mondani, mintha én lennék a legnagyobb környezetvédő, mert nem így van. De hogy sokszor feljött az az érzés bennem, hogy a minek? Minek ez? Minek ennyi? Minek annyi? Érted? Értem én, de figyelj, ha belegondolsz, a Tesla ugye amerikai autógyártó cég, oda is minek ilyen bitangerős elektromos autó? Tehát, Én azt érzem ott bennük... Ott egy kicsit azért más a helyzet. Nem nagyon tudsz mit kezdeni. Igen, de nem a környezetszennyezés miatt mondom, csak hogy abból is, minek? Tehát, hogy a Teslából is értett, és ráadásul én úgy hallottam, hogy azért az amerikaiak is nagyon balfaszul tudnak vezetni, és hogy egészen persze. Konkrétan olyan erőket adnak emberek kezébe ott, hogy az hihetetlen, és szerintem ez az én személyes véleményem, side note-om, egész egyszerűen ez az egész, amit te is összefoglalsz, és szerintem, hogy te is most problematizálsz itt az amerikaiakban, ez a megalománia, szerintem ezt kimondhatjuk, hogy ez jellemző rájuk elég, épületméretek, kajaméretek, italméretek, autóméretek, a sok, a rengeteg dolog, a 6 millió választási lehetőség, a tököm tudja mi, ez egészen konkrétan abból áll, abból ered, a státuszokból, vagy így a történelemben betöltött szerepükből ered, hogy szuperhatalom, akkor már miért ne? Figyelj, szeptember 14-én megtörtént a terrortámadás, nem tudom, pár évvel azt hiszem utána elkezdték már építeni a One World Trade Center épületet, és nyilvánvalóan mi volt az alapvetés? Legyen magasabb. A legnagyobb. Nem tudom, hogy a legnagyobb-e, de hogy így legyen magasabb, mindenképpen legyen magasabb, mint a World Trade Center, érted? Hát az eszükbe hát sem a jutott. A New Yorkban a legmagasabb épület, és egy időben, ha jól emlékszem, egy időben az volt így ever a legmagasabb, és akkor jött ugye a Burj Khalifa, ja. Mit tudom én már, mik vannak. Ja, én épület magasságokban nem vagyok otthon. De hogy érted, meg se fordult a fejükbe az, hogy tökéletesen ugyanakkora legyen, mint az ikertornyok voltak. Érted? Egyáltalán nem. Igen. Hogy ezzel, én legalábbis biztos, hogy ilyenekbe gondolkoztam, nem az, hogy legyen még magasabb. Értem én, hogy minden azt szimbolizálja náluk, hogy még nagyobb, még erősebb, még jobb, még tökéletesebb, még... És igazából szerintem az egész amerikai kultúra erre alapul, hogy mi legyünk a legnagyobbak, mi is vagyunk a legnagyobbak, senki ne felejtse el. És ennyi. És ez megmutatkozik szerintem a fogyasztásaikból is, fogyasztási szokásaikból is bőven megmutatkozik, meg úgy sok igen. Minden másban is. Úgyhogy szerintem te erre gondolsz itt egyébként, és ez abszolút jellemző rájuk nyilvánvalóan. Tehát nekem is leginkább ez a vásárlásnál ez a 6 millió zacskó. Tehát konkrétan 3 dolgot beraknak egy olyan szatyorban, amiben mi belecsúszkolunk 20 terméket minimum. Igen, és tudod, nem is vagyok környezetvédő, tehát ez nem is arról szól, hogy én aztán környezetvédő vagyok, csak tudod, van az a szint, amikor már azt érzed, hogy hú, bazd meg azért, ez tudod, így Európában így mi szelektíven gyűjtünk, így általában, meg így tudom én, itt meg ilyen műanyag, még a szívószálon is 8 darab papírdarab, meg a faszom, tehát hogy egy ilyen... Nem tudom ezt így befogadni sokszor, és igazából egyébként szerintem el lenne a társadalom anélkül is, hogy mondjuk, hogy mit tudom én, 85 szatyrot dobnak hozzád, meg ilyesmi. Persze tudom, vannak Amerikában is olyan részek, ahol nagyon figyelnek erre az egészre, hogy akkor szelektíven gyűjtjük, stb. Csak annyira azt érzem az egészben, hogy amúgy ennek nagyon-nagyon durván meg fogják fizetni az árát. Meg úgy unblock így a világ. Hogy Európában egy kicsit más a szocializálódás, hogy ott az van, hogy hát azért figyelsz, vigyázol, mit tudom én. Itt meg ilyen... De az autóknál ugyanezt tudod, hogy most is van egy kettő... Hallasz egyébként? Persze, figyelek, persze. Ja, jó. Csak megint ott vagyok, ahol az előbb elmondtam. Vágom szóval, a fekete lyuknál, igen. Most egy ilyen viszonylag kisebb autónk van,
És bazzik, 16 mérföldet, tehát mit tudom, 25 kilométert, most nem akarok hülyeséget mondani, de nagyjából 25 kilométert mész el 3,8 liter benzinnel. Jesszus Mária! És így... Bazd meg, tudod, tehát hogy... Nem tudom, de ez egy érdekes dolog, meg nyilvánvaló, meg már lerágott csont, de... De amikor test közelből tapasztalod azt, hogy annyi szemetet termesz, hogy már neked kellemetlen, tudod? Mm-hmm. Nincs pofád már szinte, azt érzed, hogy úristen, mennyit szemetelek. Na, szóval, hogy valahol ezt érzem, és azért mondom csak, hogy... Ja, persze. Valahol várom azt, hogy visszaérjek Európába, ahol azért nem ez van. Hát figyelj, ja, de amúgy tényleg én ezt csak is kizárólag a történelemre tudom valamilyen szinten visszavezetni. Lehet, hogy azért beletartozik az is, hogy Európa igazából elmondható, ugye, hogy van az Európai Unió, amit ugye eredetileg Európai Egyesült Államoknak is szerettek volna hívni, tehát volt ilyen törekvés is, de valahogy az Unió, ez sosem úgy működött, ahogy én visszaemlékszem így az emlékezetem, amikor tanultam ezeket, hogy mint ami az Amerikai Egyesült Államokba ment. Tehát, hogy így mindig is voltak szigorítások, mindig is nagyon oda volt figyelve mindenre, hogy miből, hogyan, te tudjátok jól, miről beszélek. És Amerika, ugye az meg a másik, hogy Európát ugye gyakorlatilag kettő világégés is már fenyegette, sőt megborzongta, és megszenvedte egész Európa ezt a két világégést. Javarészt főleg azért a második világháborút, ahol egészen konkrétan a németek ugye szinte majdhogy nem az egész Európát leigázták úgy, ahogy volt, teljes egészében. Ugye Amerika igazából nem nagyon tud hasonlót mondani, tehát ott nem igazán történt, hogy őket szállták volna meg. Persze, ők is megrázta nyilván a szeptember 11, őnek is volt azért egy vietnámi háborújuk, de az ő területükre sosem törtek úgy be, mint akár mondjuk hozzánk például annó az orosz, a szovjetek, ha úgy tetszik. Vagy, de értitek, hogy miről beszélek. Úgyhogy teljesen más ez a kettő világnézet, és azért mi szerintem magyarok, én magam részéről tudom mondani, mi azért nagyon így humble-ök vagyunk, vagy hogy mondjam, szerényebben élünk, meg szerényebbek vagyunk, mint mondjuk nyilván az amerikaiak, persze ez abból is áll, hogy sokkal kisebb ország vagyunk. Ez mi az, hó? Ez jég, István. Jég? Mi a szar? Ez jég, hallod? Wow, bro. Az mit keres ott, azt nem tudom, de... Nem tudom. Megnézted hát, honnan esetleg? Én semmit nem hallottam. Semmi baj, elmerültem, én majd, nem baj, semmi gond igazából. Ott, azon a helyen István, ott nincsen. Van valami. Ott nincs. Szerintem ott valami a játékokban lehet valami, vagy az attrakciókban lehet valami zavaró jel, frekvencia, nem tudom, valami. Ami bármi, szerintem bezavarhat, igen, ebbe az egészbe. Érdekes amúgy. Nagyon. Na mindegy. Egyetértek veled egyébként. Mindegy, szóval csak erről... Nagyjából csak az anzástom neked arról beszéltem, hogy a történelem miatt valószínűleg azért teljesen más az élet felfogás, az élet stílus. Az amerikaiaknak tényleg mindig is az volt a történelmükben, hogy ők mindent megoldanak, meg mindent lenyomnak, és akkor nekik csak ne nagyon pofázzon bele senki az életükbe. Míg azért nálunk például Európában azért minket sokszor befenyítettek, becsicskítottak emberek már, meg népek, ugye? Na, mindegy... Igen, csak fura ez az egész, mert azért azt jól látjuk, hogy azért a bolygónak az élete az annyira véges lesz, és tényleg nem akarok ilyen hatalmas izé lenni, mert nem vagyok az. Nekem is volt jeepem, meg mit tudom én, szóval nem így akarom ezt mondani. Csak úgy elgondolkodtatóan, hogy azért bazd meg. Hát, ja. Érdekes fura sztori ez. És akkor elérkeztünk a móló végéhez, hogyha jól látom. Ott van az a piros épület, az elvileg ott az egy hot dog on a stick épület, ha minden igaz. Így van. Így van, igen, ez jó kis hotdogozós hely.
Nagyon szép ez a homok. Itt még vannak. Meg annyira tetszik, hogy annyira rendben van rakva, hogy ott a betonjárdára nincs ott egy darab homok se rajta, nem fújja föl semmiféle szél. Gondolom, ahogyha felfújja, akkor és meg milyen patika tiszta. Hát érted, nincsen össze-vissza fújva, nincs rajta egy darab szemét se, gondolom ezt a helyet itt baromira rendben rakják. Bár a te elmondás szerint azért elébe vannak rohadt szemetes helyek. Hát tehát... persze, de az, hogy egyébként szerintem minden nagyvárosban van most persze, így. Persze, nem erre akarom kiélezni. Például a hollywoodi, tehát a csillagoknál is az volt, hogy, hogy ott is bazeg, egy csomó csillag le van hányva, meg minden, mert ugye hát ott is fekszenek a hajléktalanok, stb. Szóval nem tudom, szerintem valószínűleg nem is lehet annyira úgy rendbe tartani. Mm-hmm. Vagy az Isten se tudja. Hát jó. Ja. Én egy, de egyébként pozitívumot is azért hadd mondjak, egyet csak komolyan csak egyet akarok. Ezek az ilyen, hát ezek még talán annyira nem is, de az ilyen nagyon hosszú pálmafák, ami nagyon magas, ebből ez annyira jellegzetes basszus, és ahogy megérkeztünk éjszaka, már akkor láttuk, hogy úristen bazzeg, ez azért, ez nagyon, nagyon Los Angeles. Na, az biztos. De Floridában is vannak hasonlók, nem? Hát ott azért kisebbek. Itt, kisebbek? Itt nagyon, ez még talán nem is olyan volt, de úgy a messzibe, hogyha ott elnézel, ott talán ja, látom, látod, ami ott hogy, így, hogy... Igen, látom. És ez annyira, annyira szép, meg ugye nagyon sok filmben látott klipbe, és azért persze. Így megragad benned. És az a durva amúgy nekem mindig ez, hogy tényleg van egy ilyen, egy ez, meg New York is ugyanilyen volt nekem, csak végül nem adtam ennek szót, hogy annyira durva, hogy neked ez egy ilyen nagy kuriózum, hogy te ott vagy, 6 millió, ez is 6 millió filmbe, GTA 5, mit tudom én, minden 6 millió játékban benne volt már, annyira jellegzetes az egész PR, és akkor random ott van egy bicikliző nő, ő reggel a kávé után kigurult ide, tudod, hogy neki ez a hétköznap, szürke hétköznap ez a kicseszett PR, szinte már halálra unja az egészet, tudod, te meg ott vagy, ezek elektromos töltők, vagy mi? Hát igen, de... Nem működik. Látom, nem működik. Hát figyelj, nem nagyon van kereslet, tehát hogy... Ott a V8, V12... Igen, hát azért ez... Nem, amúgy biztos, hogy benne baromi sok elektromos autó is van. Film. Vagy az Isten se tudja, hogy ezt hogy kéne pontosan megfogalmazni. Hát ez nagyon komoly. Ez is itt basszus, egy ilyen... Tudod, így látsz egy képeslapot, meg képeket, jó van, de amikor így ott vagy mellettük azért... Ja. Elképesztő. De... Lent meg már ugye különböző bárok vannak. Aha. De tökéletes időt fogtatok ki amúgy megint. De nagyon szép. Egy felhő nincs az égen konkrétan. Igen, hát tegnap azért volt, de ma... Hát ugye szóltam, hogy podcast lesz, úgyhogy ezért rendeztem egy kis időjárást. Elintézted a dolgot. Na, és hogyha arra elsétálunk a Rákba, arra lenne a Venice Beach, így az így nem olyan közel, mint ahogy az úgy tűnik mondjuk egy GTA-ban, hanem ez egy ilyen jó 30-40 perces séta. Aha, persze, sejtem, jaj. De... Igen. De nagyon szép egyébként. Nagyon jól néz ki ez a hely. De amúgy egyébként azt gondoltam, hogy picit többen lesznek. Tehát voltak az emberek, ne értsétek félre, láttam én is, de azt hittem, hogy azért itt többen szoktak lenni. Meg gondolom, hétvégén vannak ott is sokan, amúgy valószínű. Hát gondolom, hogy azért, meg hát ugye azért azt se felejtsük, hogy szeptember, lassan szeptember közepe van. Szóval hát az igen, igazi nagy turista szezonnak effektív vége. Ja, jogos. Na és akkor elvileg amúgy itt balra vidd a kamerát, és itt balra, hogyha megkérhetlek. Oda a... Igen. Igen, és még balra. Na még elvileg, balra? Igen, elvileg itt a hot dog on a stick melletti parkoló, elvileg az ott kurva olcsó. Aha. Elvileg. Csak mondom, de meg tudod nézni esetleg, hogy... Figyelj, megnézzük. Nézd már meg, jó? Ha már a parkolásról beszélünk, nagyon kíváncsi vagyok, hogy ez valóban így van-e, vagy átvertek egy videóban engem. Erre nagyon kíváncsi vagyok, mert elvileg ez itt a legjobb parkolási lehetőség. 10 hónapos videóról beszélünk, tehát hogy olyan sok minden nem történt. Következőre tőled kérek ilyen tanácsot. Jó, rendben, mindenképpen. Erre nagyon kíváncsi vagyok. Azt mondja... Jó, igen. Még az $1 az nekem baromi olcsónak tűnt. Várjál, ott van fent. Jó. Azt mondja, hogy óránként $1 Istvánom.
Ja igen, 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 óránként $1. Miért nálatok, ahol te parkolsz, ott mennyi? $15 egyszeri fizetés, $15 volt és ennyi. Ja, értem, 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 értem. Hát de figyelj, most akkor igazából én szerintem ez még mindig jobb parkolás, mennyit lesztek ott? Maximum 5-4 órát, nem? Még az is sok szerintem. Hát szerintem nem tudom, hogy akarunk-e fürdeni, vagy ilyesmi, de aha. Igazából jó az most annyiért, persze, mert ott persze. Volt egyből mellett a mosdó, meg igen. Sorompó van, vigyáznak az autóra. Szóval jó, minden értem, jó értem, értem. Igen, 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 azt elfejtettem mondani, hogy óránként $1, de akkor viszont tényleg meg legit. A pénztárca bent van, meg ja, tudom ja, én. Persze, akkor legit infoim voltak, jó van, jó van. Abszolút István, abszolút. Úgyhogy faszoság. Teljes mértékben. Ja. Patrikom, szeretnél? És egyébként neked igen? Ez így, csak kérdezem, hogy neked ez így, ugyanaz, amit mondjuk így képeken látsz, meg videóban, egy az egyben, átjössz. Egy az egyben, persze. Aha. Igazából, megmondom őszintén, én, hogyha Amerikába kijutnék, nekem elé lenne a legutolsó, amit én meg akarnék nézni, mert igazából... Ugye? Tessék? Ugye? Mondom. Igen, igen, tehát igazából nekem, számomra nem annyira, biztos ez már emberektől függ, meg nyilván, aki mondjuk így az ilyen West Coast raphez jobban kötődik, meg szereti ezt a lowrider kultúrát esetleg, vagy hasonló dolgot, amikor ugye nagyon pörögnek elében, akkor elhiszem, hogy érdekes lehet. Igazából itt nagyjából engem ez az egy dolog érdekelne, ez a Pier, meg mondjuk a Venice Beach nyilvánvalóan a kosárlabda kötődés miatt ugye ott azért a White Man Can't Jump filmek, ami ott forgott, tehát azért az kultikus, legendás hely, de azon kívül engem annyira nem érdekel. Maga elé városa sem. Tehát, hogy valahogy ott így, valahogy nem tudok olyan sok nevezetességet felsorolni, mint hogy például New Yorkból, kapásból föl tudok 5-öt. Érted? Biztos, hogy van, de úgy valahogy úgy az csak egy város nekem. Hát figyelj, ami egyébként így még volt, azt még azért gyorsan elmesélem. Voltunk egy ilyen buszos túrán, uh-huh. Azt hagyjuk, hogy az a busznak az állapota az hagyott némi kívánivalót maga után, de mindegy. Elmentünk ilyen házakhoz például, szóval eléggé kellemetlenül érzed magad egy ideig, tudod, hogy így mész stalkolni az embereket, de tudod, ilyen Michael Jackson házához, és akkor ott magyarázta a fasz, hogy ott halt meg abban azon az ablakon benézve, tudod, tehát ilyen olyan kultikus helyeket láttál, vagy tudsz megnézni, ami hát valakit érdekel, valakit nem, de a tudat az, hogy amúgy itt lakott Elvis Presley háza, tulajdonképpen Michael Jackson házával szemben van. Szóval tudod, olyan dolgokat látsz így meg, hogy azért ez így jó. Úgyhogy azért az nem volt rossz, nyilván mentünk ilyen rengeteg ilyen híresebb házhoz. Volt olyan, persze lehet, hogy privát személyzete van, stb. Csak tudod, az a tudat, hogy mondjuk itt egy Justin Bieber háza, és akkor látod, hogy ég a villany. De például ez a része az nekem ennek az egésznek, ami engem teljesen hidegen hagy, hogy kinek a háza, lehet az akármekkora ember, meg nem tudom, valahogy engem ez így, ugyanez lenne bennem, hogy fú, bazzek, hogy most ott, felülök egy buszra, és akkor mutogattak nekem embereknek, híres embereknek a házait, hogy itt halt meg, és így, oké. Okay. Tudod, hogy így, I guess, rendben van. És most gondolj már bele, elmegy egy busz, bazeg, Justin Bieber háza mellett, ott ég a világ. Most gondolj bele, kinéz az ember, bazeg, óránként egy friss levegőért, és akkor ott jön a hatodik busz aznap, tudod, és akkor ott néznek, hogy tehát, hogy így. Hát jó, de ezért házhoz megy a lófaszért az ember most. Tehát érted, mit mondok, hogy azért nem tudom, hogyha élnék olyan helyzetben, mint mondjuk ezek a srácok, meg művészek, azért meg tudnám oldani. Tehát, jó, ha valaki tudod, ezt nem vállalja, akkor meg hát persze, ez így persze, meg lehetne ezt oldani. Azért vannak dollár százmillióid, mert ismernek az emberek. Tehát most érted, annyira úgy nem tudom sajnálni, csak kicsit olyan kellemetlen nekem ez az ilyen stalkolás, ez ennyi. Hát igen. Szóval, hogy így én eléről így vagyok, tehát én tudom, hogy kultikus, tudom, hogy
San Andreas, meg a Tököm, meg Snoop Dogg, meg NWA, meg Compton, de most igazából őszintén engem például Compton sem érdekel annyira. Alapból mi érdekelne hát ott? Hát egy, igen, igazából egy gettó. Tehát ez megint, megint emberek, ugye, hogy miben nőttél fel, mi érdekel, mi vonz téged, melyik kultúra. Alapból én például a rapben is a keleti parti rappeket sokkal jobban szerettem mindig, meg rappereket szerettem mindig jobban. Hát én inkább erre a New York style-ra vagyok rákattanva. Ez nekem olyan... Ez nekem olyan tipikus ilyen, tényleg képeslapos ilyen üdülő paradicsom vibe. Ami, persze, amitől így ne. Tehát, hogy az van igazából akár Bulgáriában is, meg persze más, nyilván más, nem voltam még, tehát hogy úgy beszélek róla. De úgy igazából egy óceánpart, azt akkor úgy jól van, tudod. És úgyhogy nem tudom, én vagyok olyan, lehet, hogy hülyén összerakva, meg engem mondom, engem nagyon érdekelnének az ilyen vidéki részei, ilyen rural places, tudod, amik vannak így a városok mellett, vagy messze a városoktól. Én azokat nézném meg nagyon szívesen. Meg valahogy azokban, igen, azokban lennék el egy picit jobban. Nem tudom, hogy hogyan, mert hogyha ugye utazó vagy, turista vagy, most ott kibérelsz ott egy házat, alapból a gatyád rámegy egy-két hétre, meg alapból is most kivel fogsz ott kontaktálni, nem úgy fognak kijönni, hogy hello neighbor, mit, hogy üdv szomszéd, meg nem tudom, nyilván nem úgy fognak puszilkodni veled, de valahogy ezt a nyugisabb amerikai létet is megnézném. De hát nyilvánvalóan limitált időd van kint, úgyhogy egyértelműen a főbb helyekre akarsz eljutni. Csak ezekkel meg például úgy vagyok, hogy már annyiszor láttam videókon, képeken, filmekben, mondjuk New Yorkot már azért is nézném meg, mert szeretnék ott lenni, ahol ezeket a filmeket forgatták, meg ott egy halom dolgot fel tudnék sorolni, mit néznék meg szívesen. És valószínűleg végül úgy jönnék el onnan, ahogy te is mondtad, hogy hát amúgy jó, meg minden, de bőven elég volt ebből ennyi. Tehát, hogy azt is megértem, mert azért ott aztán biztos a levegő rohadt szar, biztos ők benne egy baromira zsúfolt, meg tömött, de ennyi. Én egyébként nem szeretem az ilyen nagyon frekventált helyeket, tehát én tipikusan az vagyok, hogy menekülök az olyan helyekről, amilyen nagyon turista dolog, mert egyszerűen engem nem érdekelnek ezek az ilyen látnivalók. Most nyilván ez a turistabuszos lófasz, ez jó volt, mert sok olyan helyre elvitt, ahol most te autóval nem biztos, hogy elmennél, és itt nem, nyilván nem csak híres házakat néztünk meg, tehát egy ilyen 90 perc volt, ilyen nagyon szép látvány a városra, a Hollywood signra, ilyesmire, tehát nagyon sok minden benne volt, szerintem azt úgy megérte, viszont én is úgy vagyok vele, hogy inkább elmennék Malibu után valamilyen vidéki településre, és ott eltengetném az időt. Szóval, vágom. Floridában pont ez volt, tudod, hogy ott aztán tényleg persze. Egy vidéki pecóban, és akkor ott voltunk. Ja. Hát figyelj, én itt elébe még egy dolgot néznék meg szívesen, az a Universal Studios. Ott tudom, hogy ti voltatok már egyszer. Ugye, amikor először voltál kint, aztán akkor ki is mentetek oda. Igen. Ja, meg, hát hülye vagyok. Egyetlen egy dolgot tudok még mondani elében, amit nekem muszáj lenne látni, az pedig a... Fú, most mi annak a pontos neve, várjál. Valami Fox Plaza, vagy... Aha, azaz, a Fox Plaza-t nagyon meg akarnám nézni elében. Aha. Az nem egy, nem úgy pláza, mint Magyarországon a pláza, tehát egy rohadt nagy épületet képzelj, egy tornyot képzelj el. Ugye a Die Hard 1 című film az ott forgott, a Nakatomi toronynak, vagy Nakatomi plázának volt elnevezve, ez most Fox Plaza, ott nekem muszáj lenne egy képet lőnöm. Egyszerűen azért annyira kultikus, hogyha Die Hard fan vagy, akkor imádod azt az épületet, meg nem tudom. De ezen kívül tényleg nem tudom. Ja, meg hát ugye elébe, amit még In-N-Out, azt nyilvánvalóan nagyon nyomnám. Mert azt hiszem, az a keleti parton nem nagyon van, én úgy tudom. Én úgy emlékszem, hogy láttam. Igen? De lehet keverem valamivel, de itt már biztosan láttam. Akkor lehet, hogy Wendy's nincsen a keleti parton. Valamelyik nincsen. De az is van. Az is akkor van. Akkor lehet In-N-Out nincsen. Akkor lehet, hogy innen, én úgy csak tudom. Csak sok helyre hasonló feliratok ki vannak téve, és tudod, lehet azzal keverem. Mert annyira nem figyeltem, de most, hogy itt voltunk, itt biztosan láttam. Meg már. Lehet, hogy azóta, amióta én ezekről olvastam, meg hallottam, azóta lehet, hogy már vitték a keleti partra, és nem tudom, de én így tudtam, hogy
ez inkább ilyen izé. Meg elvileg van egy olyan 7-Eleven jellegű franchise, hogy Vava. Ó, ne is mondd. Na igen, igen, igen. Elvileg... Floridában minden kurva napot. Igen, tettem. Igen, az elvileg az meg pont, hogy a keleti parton jellemző, vagy keleti oldalon jellemző csak igen. Az USA-ra. De ott is olyan dolgok vannak, hogy beszartok, srácok, tehát, hogy ez konkrétan olyan, mint egy kis gyorsétterem, konkrétan, csak ilyen hotdogocskák, kávécskák, 6000 féle ilyen-olyan dolog, olyan, mint a 7-Eleven az is, ugye, az is olyan, mint egy benzinkút, basszus, bemész, ez igazából amúgy nem is, biztosan olyan benzinkút is egybe, gondolom én. Van, van, persze az egyben egy benzinkút is, ja. És akkor ott kávétól elkezdve üdítő keresztül. Fagyika, slurpee, mindent, izé, minden. Ja. Mindent paniniból. Olyanok vannak ott, hogy Isti, én ugyanazt a paninit eszem, amióta, ahányszor én Floridában voltam, mindig. Vágom. Ugyanúgy ízesítem. Plusz pepperoni, plusz faszom, és ugyanolyan finom. Ezt vágod, hogy te ezt a paninit már nekem elmesélted az egyik snack kóstolásnál is? Valószínűleg igen. Megvan? Így mondtad, hogy olyan paninit, így mesélted nekem, és annyira megvan igen. Ez bennem, vágom én ezt. Ja, hát Patrikom, figyelj csak, nem is akarunk szerintem tovább feltartani, hiszen nem egész jó körbejártuk, sokkal több mindenről beszéltük, mint én azt gondoltam, hogy fogunk tudni beszélgetni, és vissza is jutottunk a... Aha. Kiinduló pontunkra kb. Nagyjából innen indultál. Tulajdonképpen telibe. Így telibe van. Oda, ja. Oda jutottunk. Úgyhogy Patrik, nagyon szépen köszönjük neked, hogy megmutattad a Santa Monica Pier-t is. Jó, izzadságot nem kímélve megmutattad nekünk ezt a helyet. Azt a vállat most, ha megnézed. Az jó lesz majd a repülőn hazafele. Az majd jó, húzódni fog majd. Köszönöm. Ja. Úgyhogy srácok, köszönjük szépen a figyelmet, érdekességképpen még annyit elmondok, hogy szeptember 12-én vettük fel ezt a beszélgetést. Igen. Tehát hogyha, ne adj Isten, valami aktuális hír berobbanna a világhír ott a környékről, akkor azért nem beszéltünk róla, nem nagyon valószínű, de gondolom ezt még elmondom. Patrikom, jó szórakozás! Igen, és amikor kimegy, aznap jövünk haza. Így van. Ja, igen, ő szombat, pont amikor meg fog jelenni, akkor érkeznek hazafele éppen Patrikék már. Úgyhogy biztonságos utazást kívánok nektek, Patrik. Te köszönjük, hogy megmutattad köszönöm a helyet. Szépen, köszönjük. Jó szórakozást mára. Én azt ajánlom, megint adok neked egy kaja ajánlatot. Megfogadod vagy nem, igen? Ez már rajtatok múlik. Egyetek egy fish tacót ott a Pier területén. Találni fogsz fish tacó helyet. Jó. Nem tudom elképzelni, milyen jó. Lehet. Biztos baromi finom. Az ilyen egészséges, tudod, ilyen halas, ilyen ott az óceán mellett. Tehát akkora vibe lehet, hogy nem igaz. Viszek úgyhogy... neked egyet a bőrödbe is. Köszönöm mindenféleképpen, meg egy bubblegum shrimp valami kaját is hozhatsz nyugodtan. Az is jó állapotban lesz, mire hazaér. De és akkor feladod majd Foxposta, hogyha éppen Magyarországon vagy, és akkor úgy lesz a jó. 18-án megyek, úgyhogy ja. És akkor az agyából, a 18-án jössz Magyarországra, azt mondod? Vagy mi? Igen. Ó, wow, ja. Akkor, ja, és akkor olyan 20-a környékén, 21 környékén meg is kapom. Az jó lesz, az jó, egy 8 jó. Napos. Egyből berakom a hűtőbe, aztán csókolom. Ja. Na, jó van Patrikom, tényleg jó szórakozást nektek még a házfelelő időben, érezzétek nagyon jól köszönjük. Magatokat. Köszönjük szépen, hogy bemutattad ezt a helyet. És ezt srácok, szerdán, jövő szerdán ugyanúgy érkezik a következő React, utána jövő szombaton érkezik a következő podcast, ami már fel is van véve, tudjuk jól mi az, nagyon jó lesz, szerintem érdekes lesz. Úgyhogy tartsatok velünk azokon a napokon is. Megoszlanak a vélemények, igen. Igen. Majd meglátjátok. Így van. Szevasztok, ja. Srácok. Úgyhogy hello guys.